kormányzatnak az a célja, hogy Magyarország egy biztonságos és családbarát ország legyen. Ezért védjük és támogatjuk Magyarországon a családokat. Támogatjuk a családalapítást, támogatjuk a gyermeknevelést, a munkavállalást és a munka és a család egyensúlyának a kialakulását. Mire van szükség ahhoz, hogy egy biztonságos és családbarát országban élhessünk? Egyrészt szükség van a fizikai biztonságnak a megteremtésére, másrészt szükség van az anyagi biztonságnak a megteremtésére is, és szükség van a családbarát gondolkodás, a családbarát szemléletmódnak a kialakítására, meghonosítására is. Ahhoz, hogy családbarát módon működhessünk, és ahhoz, hogy az anyagi biztonság is meglegyen a fizikai biztonság mellett, szükség van biztos az anyagi biztonságot nyújtó munkahelyekre. Ez a mai nap ez önökről szól, azokról, akik feladatuknak érzik azt, hogy a családbarát szemléletmódot, a családbarát gondolkodást, a családbarát működést a munkahelyen is valósítsák meg munkaadóként. Akik felismerték már azt, hogy sokkal motiváltabbak lesznek a munkavállalóik, sokkal szívesebben fognak a munkatársaik munkába menni akkor, hogyha családbarát eszközöket is alkalmaznak, hogyha családbarát programokat hirdetnek meg, hogyha a családbarát szemléletmód az önök munkahelyén is jellemző lesz. Ezt a díjat 2000-ben vezettük be, 2000 óta létezik, azóta egy picit átalakult már, de 2000 óta hirdetjük meg, tehát 16 éves múltja van most már ennek a díjnak. Több mint 200 olyan munkahely van Magyarországon, amely elnyerte már a családbarát címet. Idén összességében 51 szervezetet tudtunk támogatni, minden eddiginél több szervezet kapott idén támogatást, ennek is nagyon örülünk, és köszönjük a fokozott érdeklődést. Vannak egészen pici cégek, vannak közepes nagyvállalatok is, és vannak költségvetési szervek is, hiszen minden évben az is célunk, hogy a költségvetési szerveket is, amelyek nagy munkaadók, elismerjük ebben a formában, teremtsük meg a pályázás lehetőségét. A Családbarát Munkahelydíj költségvetési intézmények kategória nyertesei. Budapest, első kerület, Budavári önkormányzat.